Karácsonyi koncert a Tiszadobi Gyermekotthonban, ahol többféle művészetoktatás zajlik a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. Csak úgy, mint Berkeszen, Máté Szalkán és Nyírbogáton. A Zene az kell elnevezésű projekt 7 éve fut sikerrel a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrkapitányság és a CSAT Egyesület szervezésében. A cél, hogy a fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok 12 hónapon keresztül gitár, dob, zongora, ének, tánc, valamint kézműves foglalkozásokon vehessenek részt. Szabolcs-Szatmár Bereg megye listavezetőnek számít a kiskorú eltűnések tekintetében. Valóban így van, hogy a kiskorú eltűnések, tehát a 18 éven aluli gyermekeknek az eltűnéseinek a listavezetője Szabolcs-Szatmár Bereg megye általában. Legalábbis az első háromban sajnos mindig benne vagyunk, de általában első helyen szoktunk szerepelni. Ez körülbelül több mint 3000 eltűnést jelent. Ez nem azt jelenti, hogy 3000 gyerek tűnik el az otthonokból, hanem azt jelenti, hogy 3000 eltűnés van darabszámban. Tehát valaki, sajnos vannak olyan gyerekek, akik eltűnnek, a rendőrség megtalálja őket, visszaviszik a gyermekotthonba, majd ezt követően akár egy nappal, vagy egy néhány órával, vagy következő héten ismét elszöknek. Tehát lényegesen kisebb a szám, akik eltűnnek, de az eltűnések szám az 3000. Bár a gyermekek saját védelmükben vannak kiemelve az otthonukból, a családi kötelékek továbbra is erősek maradnak. Ez különösen a nyári és a karácsonyi időszakban készteti őket arra, hogy gyakrabban szökjenek haza. Ezen kívül azt lehet még tapasztalni az eltűnési mutatók alapján, hogy hát sokszor kalandvágyból tűnnek el azokból a lakóotthonokból, sokszor főleg a fiatal lányok szerelembe esnek, és akkor a barátjukhoz próbálnak elszökni. Alapvetően ezek az okok, amikre vissza lehet vezetni azt, hogy miért van ilyen nagy a eltűnések száma, illetve hát az, hogy a lakóotthonokban élők száma a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az viszonylag magas az országos átlaghoz képest. Az alezredes hangsúlyozta, a művészetoktatás nem csak a hasznos időtöltést teszi lehetővé a gyermekotthonok lakóinak, de a kötetlen formában tanító pedagógusok új utakat, értékeket és mintákat is kínálnak a gyerekeknek. Nagy egyszer,